A parlagfű egyike a három legelterjedtebb gaznak Magyarországon, káros hatásai viszont egyértelműen a legjelentősebbek. Nem csak a termőföldben tesz kárt, súlyos allergiás tüneteket is okoz az erre érzékenyeknél. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal minden évben felderíti a megye területét, és bünteti azokat a földtulajdonosokat, akik nem írtják a gyomnövényt. A hivatal azonban elsősorban a szemléletformálást szeretné erősíteni, így egy év kihagyás után újra vetélkedőt szervezett a megyeháza dísztermébe. Összesen 13 általános és középiskolásokból álló csapat vett részt az eseményen, melynek feladatai a parlagfűről szóltak. A hivatal a feladataiból adódóan arra törekszik, hogy évről évre javuljon a helyzet. Azt látjuk, hogy sajnos szükség van a parlagfű felderítési tevékenységre, és sajnos minden éven kell kiszabnunk bírságot ezzel kapcsolatosan. De hát azt gondolom, hogy ez is egy eszköz arra, hogy visszaszorítsuk a parlagfüvet, de ami ennél fontosabb, vagy ugyanilyen fontos, én azt gondolom, hogy az a szemléletformálás, ami a mai vetélkedőnek a lényege. A kreatív névvel jelentkező csapatoknak összesen 6 feladatot kellett megoldaniuk. A cél pedig nem is elsősorban a versengés, hanem az arra való felkészülés volt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal igazgatója azt mondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye élen jár abban a törekvésben, hogy a fiatalok felelősséget érezzenek a környezetvédelem iránt. Nagyon fontos a szemléletformálás, hogy a fiatalok, akár a kisgyerekek is pontosan tudják, hogy mit jelent a parlagfű kérdés. Kell, hogy tudják, hogy a parlagfű nem mindenféle gézgaz, hanem egy jól meghatározott növényfaj, amivel problémánk van, és tudniuk kell azt, hogy hogyan lehet védekezni ellene. Mi az, amit tenni kell, még hogyha nem is olyan effektív védekezésre gondolok, hogy kimennek a mezőre és elkezdik szedni, de akár a mindennapos magatartásukba is beívódhat az, mint ahogy a környezetvédelemben már majdnem mindennapos, hogy nem dobálom el a használt papírzsebkendőt, úgy tudni kell a parlagfűről is, és az ellene való védekezés lehetőségeiről. A Nébih felmérése szerint a leginkább fertőzött területek évről évre ugyanazok. Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun és Somogy megyében fordul elő a legnagyobb koncentrációban. Ezért is van szükség folyamatosan a környezetvédelem népszerűsítésére, hangzott el a vetélkedőn.